és Kolibri Színház az egész világ. A Kolibri, Kolibri, Kolibri Színház van. Sziasztok! Jó estét! Hű! Azt a feladatot kaptam, hogy meséljem el nektek, mi volt az én első színházi élményem itt a Kolibri Színházban. Ez egy nagyon könnyű kérdés volt számomra. Tudnék, az én első bemutatóm, az megegyezett a színház nyitó bemutatójával. És ez pedig a Locspocs és a Bolygó Hollandi című előadás volt. Ez egy nagyon szép, nagyon kedves, vidám, sok humorral, és persze nagyon sok szép, megható pillanattal járó előadás volt. Szerencsére nagyon nagy sikert arattunk, ami ugye nem volt mindegy egy frissen alakult színház életében, hogy milyen az a névjegy, amit leteszünk elsőre a közönség elé. Szerencsénk volt, nagyon-nagyon szerette a közönség. Hosszú éveken keresztül játszottuk nagy sikerrel. Személyes élményem a Locspoccsal kapcsolatban a másik dolog, hogy körülbelül olyan 15 évre rá bemutattuk a Locspocs sorozatnak egy következő epizódját, amivel szintén volt szerencsém játszani. Ami érdekesség, és ez ilyen magán jellegű érdekesség, hogy egyszer csak 15 év után szembe jött velem ugyanaz a szerep, amit az első Locspocsban játszottam, ez pedig a Ludwig bácsi volt. Ő a Locspocsnak a nagybátyja, a tanító bácsi. Ez nagyon érdekes, mert azért ez gondolom nem túl gyakori a színészek életében, hogy sok-sok év elteltével ugyanazt a szerepet így szembe jön vele, és még egyszer eljátszhatja már egy lényegesebben érettebb formában. Tehát ez volt az én első színházi élményem, és nagyon-nagyon szép emlékeim vannak a Locspocsról. A második kérdés az volt, hogy mondjuk el valamennyien, hogy mi volt a leg-leg-leg a számunkra a 30 év alatt. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés volt. Ugyanis 30 év, az így kimondva is egy picit ijesztően sok, az egy fél élet, amit mi itt töltöttünk a színház falai között, és nagyon nehéz kiválasztani egy darabot. Többször úgy átpörgettem, hogy mégis mi ugrik be. És akárhányszor átgondoltam, mindig egy előadás jött előtérbe, és mondom, akkor nekem most ezt kell választanom, ha csak egyet szabad mondani, és ez pedig a Gyaloggalop volt. Nagyon sok szempontból legnek nevezhető. Én életemben ekkora sikert még nem éltem meg, soha se előtte, se utána, mint a Galop, pedig azért előtte is nagyon komoly sikereket szerencsére élhettem már meg Magyarországon is, külföldön is, de ekkorát, ami itt velünk történt, az alatt azt hiszem 9 éven keresztül játszottuk folyamatosan a darabot, én még ilyet nem éltem meg. Tehát, hogy a közönség szeretetének, rajongásának a legkülönbözőbb megnyilvánulásaival találkozhattunk. Tehát az őrjöngő vastapstól a dobogásig, a sikítozásig, a bravózásig. És hát a csúcs, amit aki már átélte, azt tudja, hogy miről beszélek, hogy amikor egy előadás végén az ember kint áll leizzadva, halálosan fáradtan, hogy megköszönje a tapsokat, és egyszer csak így megemelkedik a nézőtér, és föláll mindenki, és állva tapsolnak, fülig érő szájjal, és véresre tapsolják. Szóval ennél nagyobb, szerintem egy színész életében ennél nagyobb siker nincsen. Ha jól emlékszem, a második, tehát a színház nyitása után a második évadban mutattuk ezt a darabot be. Tehát ez egy óriási, így utólag is azt mondom, hogy nagyon vakmerő vállalkozása volt a színháznak, hogy ezt bemertük mutatni egy világsikerű filmet színpadon, mint kezdő színház. És az arra már nem is gondoltunk, ez utólag esett le, hogy tulajdonképpen ez a mi életünkben egy világpremiér volt. Tudnék, ezt a darabot soha az élet előttünk, soha a világon sehol, még színpadon nem mutatták be. Tehát ez egy óriási truáj volt tulajdonképpen. És az, hogy személyes rajongótáborunk alakult ki, amit nem hiszel el, mert ilyet a tévében látsz, hogy a hollywoodi sztároknak van ilyen rajongótábor. És ezt mi itt estről-estre megtapasztaltuk, hogy külön, főleg nekünk a lovagoknak, mindenkinek külön blokja volt, akik ha bejöttünk, akkor de mindenkinek, hát Lacinak, a ő játszott a király, de a lánya Beának, második felvonás vége felé. Bejött Netszharistjába, és elénekelt egy gyönyörű számot. Hát a fiúk megőrültek, és ezt mi itt 9 éven keresztül minden alkalommal megtapasztaltuk. Tehát ezért választottam én azt, hogy leg.
nekem ez volt, és nagyon boldog voltam, hogy eljátszottam. Sziasztok!